ez a vers is, amit Srila Prabhupada elítélte itt azokat az embereket, akik Krisztusukhoz ragaszkodnak. Mai téma erről szól, ami ehhez is tartozik nagyon szorosan, és ugyanakkor a maratonhoz. Srila Prabhupada Harinám Sankirtan Jagya Ki Jai, Srila Prabhupada Maraton Ki Jai. Radisham valahogy betrükült, hogy sose gondoltam, hogy én fogok szervezni maratont. De nagyon lelkesítő, mert pont ez a cél, hogy a mai előadásnak, hogy hogyan mi tudjunk boldogan részt venni a maratonba. Úgy, hogy lelkesen, és nagy élményeket, nagy érzelmekkel részt venni. Halljunk mindig ezt a szót minden maraton után, ami én utálom ezt a kifejezést, jöjj ki a komfortzónából. Ki szereti? Kinek a kedvence ez a kifejezés? Jöjj ki a komfortzónából. Ó, vannak itt azért jogik, lemondott aszkéták. Én nem szeretem ezt a szót. És ezért mi fogunk beszélni, hogy hogy lehet úgy kijönni a komfortzónából, hogy ne jöjjünk ki a komfortzónából, hogy részt vegyünk a maratonban, ahogy mondta Sivarama Maharaj, olyan eredményeket csináljuk meg ebbe az évbe, ami ideig sose csináltunk, és mellette tökéletesen komfortzóna belül érzünk magunkat. Az ugye már jó, hogy legyen kellemes, és legyen jó érzésünk. És ezért beszéljünk az érzelmekről egy kicsit, mert végül a komfortzóna az azt jelenti, ami már a mi érzelmeknek nem megfelelő. És itt fogunk, itt van a terv, ami próbáljunk mai napon elmondani. Fogunk beszélni, hogy az érzelmek és valóság, ezt meghatározunk ma. Az érzelmek a lelki életben. Hát akkor most nem valami szentimentális leckét fogok tartani, azt megbeszélünk, ami a filozófiának a lényege, Úrcsitánya kegyéből. Akkor a Vedanta és az érzelmek, a Vedanta Sutra, azt is meghatározunk, és akkor az boldog érzelmek valódi okról is megbeszéljünk. És talán fog segíteni, Jási Sirád Hásem Aszundar Ki Jai, talán ez fog segíteni nekünk nem csak maratonban részt venni, hanem máshogyan hozzáállni a dzsapázáshoz, szent névénekléshez, a reggeli kirtánokhoz, a Ráda Damodár esti programhoz, és minden más szolgálathoz. Remélem, hogy ez a téma, ami nem én találtam ki, tud ebbe nekünk segíteni. Bhaktivinoda Thakur magyarázza a Saranagatiben, hogy ameddig ember nem tisztítja meg a saját szívét az érzelmektől, akkor az ember marad a dhamma. A dhamma ez azt jelenti, hogy alacsonyabb rendű, elesett ember. És miért kell nekünk megtisztítani a szívünket az érzelmektől? Mert egyik oldalról az érzelmekhez nem más, mint energia. És az energia, érzelmek megkötik a mi tudatunkat, teljesen rabszolgának fogja, vagy hát megkötve tartja az embert, a lelket, és ember nem tudja, mit kell csinálni, nem tud sokszor uralkodni a saját érzelmeken, és így tovább. Általában mindig tapasztaljunk valamilyen érzelmeket, de ebbe a világban most az emberek összetévesztenek érzelmeket, a lelki vagy anyagi érzelmeket a lelki érzelmekkel.
Általában mi tapasztaljunk dühöt, örömet, boldogságot, mikor kapunk valami anyagi ajándékot, vagy valami másféle anyagi dolgokat, akkor lehet érezni, hogyha elveszítjünk valami anyagi, vagy valaki mond nekünk valamit kellemetlen, akkor zavarba esünk, rögtön érzelmek minket nem engednek utána józanon gondolkodni, boldog lenni, vagy hogyha kényelmeset mondanak, akkor nagyon elszálljunk, és mondjuk, na most már mindig így lesz. Ezek az érzelmek. És ez a valóság a mi életünknek. Mindig a szívünkben, mindig érzelmek uralkodnak, mindig velük vagyunk, és főleg, amikor ezek az anyagiak, akik nagyon nehéz megváltoztatni. Mi majd a végén megnézzünk, hogy hogyan lehet megváltoztatni érzelmeket, ma lesz válasz erre, és nagyon könnyű és egyszerű lesz. Oké. Akkor most megnézzünk ezeket a témákat, megyünk tovább, de próbáljuk meg, az a cél a mai előadásnak, hogyha fog tetszeni, akkor lesz folytatása, de nem fog tetszeni, akkor más témákról beszélünk maratonnal kapcsolatban. De a célunk ennek a témának, amit még beszélünk, hogy teljesen áthanguljunk a saját szívünket egy másik hangnemre, mondjuk, hogy a lelki hangnemre áthanguljunk a szívünket, hogy tapasztaljunk odaadó szolgálatba öröm-boldog érzelmeket. Ez a cél. Rendben. Akkor kezdjünk a kérdéssel. Ki tud mondani, mit jelent az érzelmek számára? Jamal Prabhu? Te mindig énekelsz érzéssel, érzelmekkel. Mit jelent számodra érzelmek? Egyfajta hangulatkifejezés. Hangulatkifejezés. Igen, az jó. Például. Nagyon jó. Még valaki? Mindenki tudja, tudom, csak mindenki szégyellős, szokásos. De ez igaz, van tudósok is. Tudósok, először megnézzünk a tudósok számáról, hogy mit jelent, hogy érzelmek. Tudósok szerint az érzelmek, ez az azt jelenti, hogy kémiai reakciók. Hát vannak, például ember eszik, akkor valamilyen vegyi reakció, kémiai reakciók történnek a gyomorba, ezek változásokat hozza ott az agyba, ott is kémiai reakciók keletkeznek, és akkor ez az érzelmek. Nem tudja, ki hallotta az Engelsről, ugye a Lenin az alapján rakta össze a saját ateista tanítást, és Engels, Friedrich Engels, ő azt állítja, hogy az élet ez a fehér testek létezésnek a módja. Ez az élet és ezek az érzelmek. Szóval nincsen semmi lényege, nincsen semmi értelme az életnek, és az érzelmek ez egy illúzió, ugye? Mert a fehér testekben zajló reakciók érzelmeket keltenek, vagy ez lehet nevezni érzelmeket. És ugyanakkor erről a materializmus elutasítja, és akkor így ember el van szeparálva, vagy különítve a valóságtól. Ezért a materialisták szerint a madrális elveknek nincs semmi értelme. Mert miért kell kedves lenni valakivel, udvarias? Ez csak egy illúzió, ez csak kémiai reakciók. Azért, hogyha könyökölsz és elérsz a dolgokat az életbe, akkor minden oké. Na mindjárt ezt megnézzük, igaz-e gyakorlatban, hogy
egyezik-e a elmélet a gyakorlata, de nagyon sokszor a lelki emberek is próbálnak elutasítani érzelmeket. Ugye elkezdjünk olvasni könyveket, és Srila Prabhupád könyveket, és akkor ó, érzelmek nem, ez szentimentalizmus, ez nagyon illúzió, mája, elmeszint. Mindenki elmeszinten van. Hogyha olyan faarcú vagyok, akkor nem vagyok elmeszinten. Ezért a meditálok. Ugye, mint Szegeden emlékszem régen, mikor jártunk Kisrádésámmal, és mikor voltak 40-en, 50-en a Kisrádésám programon, mindenki táncolt. Boldogan, mosolygott a kirtánon, de volt egy, aki leült ott közepén is. Ő egyedül volt lelki szinten, a többi mindenki elme szinten volt. De akkor kell-e nekünk félni az érzelmektől, vagy mégis fontosak az érzelmek? Hát nézzünk egyik, ami meghatározza, hogy mit jelent érzelmek, vagy mit jelent abban a Krishna tudat. A Krishna tudat ez a Mahabhava Svarupini Rada. Srimati Radharani ez a megszemélyesülés érzelmek, szeretet. Szóval itt mi most filozofikai szempontból fogunk bizonyítani, hogy mi itt vagyunk érzelmek miatt. Másképp nem lehet gyakorolni Krishna tudatot, és meglátjuk, meg ez a cél is. Oké, akkor nézzünk, megyünk tovább. Úr Caitanya maga meghatározta, hogy mi a bhakti yoga. Van egy vers, a Caitanya Bhagavatából van, ami mondja, bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dana. Bhakti e Krishna namas marana krandana. Itt van a fordítás, miről szó? Hogy bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dana, dana kincs. Hogy mit jelent, hogy bhakti yoga? Hogy bhakti yoga, vagy az odaadás kincse annak embernek van, aki mikor emlékszik Krishnának a nevére, elkezd sírni. Ez mondja Úr Caitanya. Egy ilyen ember igazán gazdag, mert akkor, mikor valaki gyakorol, és van neki ez a bhakti yoga dana, ez a gazdagság, a kincse, akkor ezt meg tudja olvasztani az ember szívét. És ez Úr Caitanya saját példával mindig mutatta, amikor ő itt volt, és énekelt, akkor ő is ezt csinálta. Szóval Úr Caitanya, ő megmagyarázta igazából a bhaktit. A saját, az megjelenése, ahogy eljött, és akkor megmagyarázta a bhaktit, és ugyanakkor elutasította a hamis érzelmeket. Szóval nem erről ma beszélek, hogy holnaptól mindenki megy és itt sír. Nem, mert vannak hamis érzékek, ami ez majd a másik alkalommal lehet erről beszélni, hogy mit jelent a hamis. Most csak lássunk, hogy a Krishna tudat, ez nem más, mint érzelmek. És Úr Caitanya pont mondja, hogy igen, el kell utasítani hamis érzelmeket. De ugyanakkor a lelki igazi érzelmek, ez az igazi kincsünk. Ez a legmagasabb kincse, és az ember létének a értelme és a lényege. Hogy a szíve meg tudjon olvadni. Azért vagyunk itt. Mindjárt megyünk tovább kicsit. Ezt csinálta Úr Caitanya maga, mikor természetesen emlékeztek, a gyerekkorában ő egy logikus filozofusként, tudósként megjelent. A bakták nagyon szenvedték ettől.
mindig imádkoztak az Úrhoz. Milyen jó lenne, hogy Nimáj végül, végre legyen már bakta ő is. Mert ő, mint lehet logika, ez a szárazság, ott nincsenek semmi érzelmek, mert érzelmek az elmeszint, nem, csak logikával kell minden bizonyítani. És végül, amikor ő elment a Gájába, és mikor őt beavatták a baktiba, és mikor visszatért, megváltozott teljes mértékben, elveszítette kontrollt. Eluralkodták rajta a lelki érzelmek. És Prakasananda Sarasvati, amikor Mayavad szanyászikkal találkozott Urcsitánya, pont ott nincsenek érzékek. Ott a kirtán az így kell. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Mint a néha, hogyha megfigyeljük magunkat, mikor van a Damodarashtaka, Namami Svaram Sachetananda Rupam, Lasat Kondalam Gokule Bajaman. Vagy felolvasunk. Felolvastunk. Ja, nem baj, mert kis Mayavadi még nincsen teljesen meggyilkolva a szívünkben, néha ott ő veszi részt a rítusukba. Ezért, amit Srila Prabhupada mondja, száraz rituáli. A száraz, a igazi rituálinak, majd erről is fogunk beszélni, hogy a Sadhana Bhaktinak, ez a Rupa Goswami Bhakti Siddhanta Rasamrita Sindhuban magyaráz, a Sadhana Bhakti, ez felébreszteni érzelmeket, érzékszerveket bevonni a gyakorlatba, hogy felébresztjük érzelmeket. Majd ezt fogunk beszélni. És itt, ami Srila Prabhupada pont ezt elutasítja, hogy ez a száraz rituáli, hogy hány kör, 7 kör, 8 kör, akkor így, akkor ez így, akkor ilyen jantrát rajzolni, amikor embernek nincsen megértése, hogy eznek mindennek kell felébreszteni a szeretetet. Mert anya Jasoda is csinál rituálikat, azért, mert szeretet invitálja ezt csinálni. És ezért a szanyászik, Mayavadik, akinek a főnöke volt a Prakasananda Sarasvati, mondta, hát miért itt rohangálsz? Úrcsitájának, mint egy szentimentalista. Táncolsz, énekelsz. Mit csinálsz? Ez nem egy lelki gyakorlat. A lelki gyakorlat ez. Gyapázom, akkor így kell lenni. Ne felejtsünk így, ez fontos. A régrés. Mit válaszolt Úr Csitánya? Az Úr Csitánya mondta, hogy én megtanultam, azt mondja először, én teljes mértékben bízom a lelki tanítómesteremnek a szavaiban, és ő tanított engem egy versnek, Srimad Bhagavatamból. És elmondta neki ezt a verset, ami Srimad Bhagavatam 10. énekből van, majd következőt mondja. Mindjárt. És ezt a verset Vasudevnek, Narada Muni magyarázza, mi a lényege a Bhagavata Dharmának. Ez a Bhagavata Dharmának a meghatározó verse. Hogy milyen legyen, mi a természete, vagy természetes viszonyok az élőlény és a Úr felé, mondjuk így. És akkor itt azt mondja, Envam brata svapriya nama kirtya. Amikor valaki szeretettel dicséti az Urat, és szeret dicséteni az Urat, hogyha az embernek van ez a vráta, ugye vráta. A vráta az azt jelenti, ez az én élet, ez az én életem. A vráta az, én így élni akarok, hogy én dicséteni szeretnék az Urat. Ez az életformám. Hogyha van ez a vráta, svapriya nama kritya, hogy a kedves nevet valaki gyakorol, Jata anuraga druta citta ucsai. Olyan személynek a szívébe megnyilvánul a anuraga és a szeretet iránt, az Úr iránt.
Mit jelent ez? Mi lesz utána? Druta citta. Ilyenkor a szív, a citta megolvad. Ez a Bhagavad a dharma, hogy hogy kell. Mit mondja Orcsitánya. Akkor druta citta, megolvad a szíve, és mikor megvan olvasztva a szíve Rádisám irányt, akkor van érzelmek, ami külsőleg fognak megnyilvánulni. Hasya, mit jelent, hogy hasya? Nevetés. Nevetés, nagyon jó. A hasya, utána jön roditi, sír, rauti, kiabál. Jai Jai Shri Shri Radhe! Sziám! Ez a rauti. Kiabál. Srila Prabhupada ki? Nem, nem volt, még egyszer. Srila Prabhupada ki? Körülbelül. Gayati? Énekel. Énekel. És utána unmada van. Mint egy örült, nem örült, de mint egy örült, mint egy örült, nrityati, elkezd táncolni. És loka bája, az azt jelenti, loka bája, az azt jelenti, hogy és nem érdekel mások, mit gondolnak róla. Ez a Bhagavata dharma, ezt tanítja Orcsitánya. Ja, itt felejtettem aláhúzni dolgokat, megolvasztva a szívet, és akkor itt táncol, mint unmada, unmada vát, van, mint egy őrölt. Szóval, és ez a Bhagavata dharmának, ez, amit mi itt vagyunk Krisna völgyben, mi azért vagyunk itt igazából. Természetes megint, hogy nem kell itt most holnap szaladni, és mindenki is itt mutatja, hanem példát Srila Prabhupada, Shiva Rama Swami, ők lehet, hogy kívül nem látszik, de belül ott vannak az érzelmek. Másképp Shiva Rama Maharaj nem tudta írni ilyen könyveket. Nem járt volna oltára, nem tudta így öltöztetni a Rádisámot, és nem tudta volna minket vezetni, hogyha nem lett volna. De belsőleg ott van. Ez nagyon fontos. Szóval nem erről beszélek, hogy holnap mutassunk egymásnak, hogy én már mennyire ebbe vagyok. Szóval Chaitanya Mahaprabhu ezt így meghatározta, hogy ő akkor ezt tanulta a saját lelki tanító mestertől, és ez az ember életének, létének a értelme. Mert végül érzelmekről szól minden. A világban emberek, ahogy mondtam, hogy vannak nem megfelelő érzelmek, hamis érzelmek, amitől meg kell szabadulni és meggyógyulni, ez nem jelenti, hogy faharcúval kell válni, mert sokszor pont az a másik tévedés, amit a jogikról is beszéltem, néha nálunk is, hogy kezdjünk másokra érzéktelenen lenni. Valakinek van nehézség, ami ez mája. Olvasd a Bhagavad Gita-t. Mert tudjunk ilyen jó tanácsokat adni, hogy néha bakta mondta, jó, köszönj. Többet hozzád nem jövök kérdésekkel, mert nagyon jó megértettél a problémámat, és támogattál érzelmileg, főleg az volt jó. Nem, hanem ez fontos, hogy érzelmektől nem tudjuk megszabadulni, mert mindjárt meglátjuk miért. Mert emberek a világban miért élnek? Érzelmek miatt, nincs más. Minden cél érzelmek. Mennek vidám parkba, ugranak mindenféle kötelekkel, isznak alkoholt, kábítószer, házasodnak, elválnak. Minden érzelmek. Van-e olyan lépés egy embernek az életében, nem az érzelmekről szól? Miért megy ember étterembe érzelmeket kapni? Mindig érzelmek. Persze mondják, hát nem, nem, az lehet, de általában a nők az érzelmek. Nők, igen, mindig sok emóció. A férfiak nem, azok nagyon ilyen. Ők nagyon profik. De ez nem igaz. Azért nem igaz, mert férfiak annyit trükkösek. Ők filozófiailag, vagy logikával kitalálták, hogy hogy kell
megmagyarázni a saját érzelmeket, és mondani, hogy ez egy, igazából ez a tatva. De amúgy ugyanazok az érzelmek férfiaknak, főleg a Kali Yugában már kicsit fordítva is van. Néha, ahogy mondta nekem egy bakta, szép csúszik a férfi, hogy utána, ahogy mondta, össze kell magát lapátolni. Igen, néha olyan. Nem baj, ez nem probléma, mert mindenki érzelmi lény, férfiak és nők. Ki tud mondani miért? Miért vagyunk érzelme? Miért az érzelmekről van szó? Lelkek vagyunk, és? Krisnával van érzelmi kapcsolatunk. Miért? Miért Krisnával van érzelmi kapcsolat? Hát Krisna nem a öreg bácsi, ül a Halloween-be a felhőn? Nem így néz ki? Nem. Mert Krisna érzelmek. Krisna egyfolytából érzelmeket tapasztal a lelki világban. 24 órán keresztül. Nincs más, mint csak érzelmek. Az egész világ, lelki világ, ez az érzelmeknek a dámja. New Rajadam, ez az érzelmeknek az országa. Itt nincs más. Mert Krishna az érzelmeknek a megszemélyesülése. És akkor, mikor valaki, tudósok, meg a amikor emberek kezdenek lelki gyakorlat, akkor mondjuk nem így van. Ez a kettő külön dolog. Két más irányba az érzelmek, az mennek jobbra, de a logika meg a filozófia az balra. Nem igaz? Mert a filozófia és a logikának a feladata meggyógyítani az érzelmeket. Valójában. Ez a dolog. A filozófia harmóniába segít hozni az érzelmeket, mert akkor jó, mikor az érzelmek harmóniába vannak. És a logika, a filozófia, ez minden egészséges érzelmek. Úr Csitánya tökéletes példa volt erről. Ugye ő megmutatta olyan érzelmeket, lelki, ami előtte még sose senki nem látott. Az előző acsárják, akit követte Úr Csaitanya, Madhavendra Puri, szintén arról beszélt. És Úr Csaitanya még rámutatta a Mahabhavot, ugye a legmagasabb érzékeket. És utána nem csak ott magának tartotta meg, hanem elküldte a saját társait, hogy megtanította nekik, és megkérte, hogy terjesztjenek, és írjanak a Vedanta filozófiának a lényegről, ezekről az érzelmekről. Ezt Úr Csaitanya akarta, hogy ki legyen terjesztve egész világban. És ezért a Rupa Goswami és Jiva Goswami, ők megírták nagyon sok könyvet, ami Bhagavata Dharma filozófiáról beszél, mint érzelmi szempontjából. És ők adták ezt a teljes megértést, hogy ez a világ minden érzelmekkel van, de hogyha mi értjünk, mi az érzelmeknek a szerepe ebben a világban, vagy én nekem, mint mi a lelkem, akkor tökéletes helyet tudjunk foglalni ebben a világban. Mi csak nem tudjunk, hogy kell, mit kell, be van zavarodva. Ezért Srila Prabhupada is lefordított a Udodas Nektárja könyvet, ahol megmutatja, hogy amikor kicsit még beteg valaki, akkor jönnek a rasszabászok, amikor az érzelmek nincsenek helyén való, nem egészségesek. De odaadás nektárja, az az érzelmekről van szó az egész könyv. Ez írt a Rupa Goswami, Jiva Goswami is editálta. Szóval csak akkor, hogyha mi látjunk, mi a helye az érzelmeket ebben a világban, akkor
a mi érzelmeink egészségesek lesznek, és akkor mi tudjunk helyesen élni, sőt, akkor leszünk boldogok. Mert ez a cél, hogy legyünk boldogok. Másféle filozófiák, amik vannak, lehet tanulni, meg pszichológiák, ez csak részekbe valamilyen magyarázatot adnak, de teljes képet egyik se ad. Egyáltalán nincsen. Amit most látunk, főleg a materialista, az kizárják az érzelmeket, mert ez egy olyan kémiai dolgok. Tanulmányoztam a tudósokat, hogy hogyan magyaráznak, hogy hogyan, milyen a reakciók az agyba történnek, és akkor jönnek az érzelmek. Vicces, nagyon. És ezért ezek a filozófiák, ami nem a Bhaktivedanta filozófia, ez minden káros lehet. A filozófia káros. Amikor mondjuk, hogy Isten egy impersonális, az egy nagyon káros az érzelmeknek, hogy lehet boldog lenni. Szóval nagyon veszélyes ezek. Így végül Sri Chaitanya vágyára a követők összeraktak a Bhaktivedanta filozófiát, ami nem más, mint érzelmek is. Bhaktivedanta Swami elhozta ezt nekünk ide, hozzánk. Átadta nekünk és a tanítványainak ezt a csodálatos filozófiát, és megmutatta nekünk, hogy igazi érzelmek, az a bhakti yoga és az életnek az értelme. Akkor... Jujjujj, sietni kell, el vagyok késő. És akkor nézzük meg most egy kicsit az, a léleknek a természetét, hogy igazat mondom, mert tényleg most egy kicsit el vagyunk térve itt a filozófiáról. Jaisi Sradhasana Sundar Ki Jai. Valójában az érzelmek az mindenhol ott vannak. Itt van a kis vers Urcsitánya Charitamritából, amit arról szól ez a vers, most nem olvasuk, hogy menjünk tovább, hogy a Vedanta Sutra, hogyha megkérdeznék, hogy hol van Vedanta Sutráról, az érzelmekről szó, ez a vers mondja, hogy minden vers, minden sutra, Vedanta Sutrában érzelmekről beszél. És mindjárt ezt meg is nézünk. Itt van például a Sambandha Vidaya Prayojana, ez a fogalom, és valójában most közeledünk a kifejtéshöz. Most, hogyha idáig valaki pihent, akkor most kezdjünk figyelni, jó? Mert most lesz a kifejtés, aki legalább ezt az utolsó pár percet megérti, akkor nagyon lelkes lesz este jönni a Radha Damodarhoz, dzsapázni, és nagyon fog akarni maratonon részt venni. Következő, gyorsan mondom, hogy van a léleknek mi a természete? Köszönjük szépen, ötös. Satchit Ananda. Igen. Hát, hogyha már csak nézzünk a szót Ananda, miről szól? Mit jelent, hogy Ananda? Ez mi? Ez filozófia, logika? Érzelem. Ez a természetünk. Akkor hogy lehetünk a logikai élőlények? Ez nem természetes nekünk. Kirakunk ezeket gyorsan átmegyünk. Hogy Sambandha, ez azt jelenti, hogy ki vagyok én, mi a kapcsolat a világgal, és akkor mit kell csinálnom? Ez egy érzelmet kelti igazából. Sambandha, már a szát, az is egy érzelem, hogy én örökké élek. Az egy érzelem. Mert beszél a viszonyokról, hogy ha én vagyok anyagi test, akkor a viszonyok kell, hogy legyenek anyagi világgal. Ez egy érzelem. Akkor a csít, ez azt jelenti, vagy a abideja, gyakorlat, hogy akkor, hogyha kell nekem élvezni a világot, akkor én gyakorlatba teszek, kapok egy tapasztalatom, megint egy érzelem, és van egy koncepció, egy szemlélet, akkor erről a világról, ez jó, vagy rossz.
És Ananda, amikor van cél a léleknek, és el van érve a célok, a prajodzsana, valaki eléri a célt, mondjuk régóta nem evett pizzát, és az a cél, hogy ezen a héten egyek pizzát, és eléri a célt. Szenvedni fog? Ki fog szenvedni? Nem. Érzelmek lesznek, boldogok. De hogyha szenvedjünk, az is egy érzelem. Mind a kettő érzelem. De amit akarok mondani, hogy a fő érzelem azon múlik, mi a célom, mi a prajodzsana. Mindjárt ezt meg fogok mutatni pár dolgokban, pár gyakorlatban. Nézzük először gyakorlatban, itt a kis példában, utána ezt ne felejtsünk el, hogy a prajodzsana, a cél, az határozza meg a szamban az érzelmeket. Mindjárt fogok mondani erről, csak egy kis, meg egy ilyen képet mutatom. Itt is van a kisgyerek, gondolja, én vagyok az élvező, és ez a cukorkával kell kapcsolatot lépíteni. Ez a szambanda. Van neki már egy előzetes érzelem. Fú, jó kis cukorka vagy csoki. Utána, amikor már gyakorlatba hozza a dolgokat, akkor kapja egy koncepciót. Fú, igen, ez jó gyakorlat, nagyon jó, szeretem csinálni. És a végül a harmadik, ez a prajodzsana. Jönnek az érzelmek. Fú, de jó, ez mindig ezt kell csinálnom. Végre, most ehetek a csokit, amennyit csak akarok. És most akkor következőt, amit szeretnék még mondani, ahogy mondtam, jó, akkor még egyszer ezt átnézünk. Lényeg, hogyha visszatérve ehhez, hogy megint tudomány szempontból, hogy ezek az érzelmek, a célok, hogyha ez nem ez az élőlény. Az élőlény ez valami biológiai reakciók, és akkor semmi értelme nincsen semmi komoly ebbe az egészbe, nem kell nekünk érzelmekkel foglalkozni, és így tovább. De az érzelmek nekünk mindig azon múlnak, hogy én hogyan értek, milyen kontextusban vagyok azzal a világgal. Igazából ez a szambanda. Mit jelent? Hogyha én létezik ebbe a világon, mint egy anyagi test, az a kontextus, akkor itt az érzelmek, az élvezet. Hogyha én lélek vagyok, az a kontextus ebbe a világban, valahogy beestem, és bhakti jóga, ez a kell kapcsolatot, akkor boldog vagyok ebben. Szóval ez a kontextus. Mi itt vagyunk, de milyen kontextusban látjuk magunkat ebben a világban, és ez fog meghatározni az érzelmeket. Ez azt jelenti, hogy amikor helyes a cél, vagy bármilyen cél, akkor ez meghatározza, hogy én boldog vagyok, vagy boldogtalan. Például, hát csináljunk egy, hát nincsen időnk, de majd lecki után lehet egy kis feladatot csinálni belőle. Amikor én kitűztem egy célt magamnak, és az a cél helytelen volt, akkor milyen érzést kelt bennem, és amikor helyes célt kitűztem, és elértem a célt, akkor milyen érzelmek voltak. Ez majd otthon. De most kérdés. Kérdésem következő, hogy ahogy mondtam, a cél határozza meg az érzelmeket. Hogyha most egy órán vagyunk, és mindenki végezte feladatot, és most mindannyian négyes kapnak. Ez milyen érzelmeket kelti? Most megkérnék, hogy válaszoljatok. Arjadev Prabhu, hogy most neked négyes kapsz, milyen? Örülsz, nem örülsz? Te örülsz. Jó. Még? Tessék mondani. Igen? Nem örülsz. Aha. Jó. Még? Akkor csináljunk úgy, hogyha szégyellősek vagyunk, akkor ki
örülne, hogyha négyes kapna, emeljünk a kezünket. Nagyon jó. Ki nem örülne a négyesnek? Oké. Okay. Jó. Azok, akik örültek a négyesnek, az vagy kettes, vagy hármasra tanultak. Aki a négye, aki mondtak nem örülnek, az az ötösre tanultak. Észre érthető? Hogy attól függ, hogy én, nekem mi a célom, hogy a nekem a cél ötös, a négyesnek nem fogok örülni. Hogy általában a hármas jó, az is jó, hogy átmenjek, és négyes kaptam, fú, hárra nem is számítottam. És akkor boldog vagyok. Ugyanúgy, hogyha mondják, most lesz Srila Prabhupád maraton, hozta a könyvet, és nem az a cél, akkor ne is találkozz a baktipáddal, mert biztos meg fog kérdezni. Ugye akkor mindig távolságról nézem, hogy nincs itt, jó, akkor jó, nehogy észrevegyen engem. Akkor ez. De mikor a célom más, kihívást, Srila Prabhupád maraton, csináljunk olyan, amit sose csináltunk, csapatmunka, hát akkor boldogan vállalok, és akarok csinálni. Ezért, amit beszéltünk, hogy lehet csinálni maratont, amit nem szeretem, de szeretve. Hát akkor, hogyha van ez a megfelelő cél. Hogyha ez a célom, és főleg most megpróbáljunk ebbe az évbe csapatmunkát csinálni, nekünk Krishna Völgynek egy közös célunk van, de akkor megvannak csoportok, és akkor, hogyha ez a célom, ezzel így megyek, akkor nagyon jó. Ugyanúgy a japán. Ki vette észre néha, hogy elalszik a japán? Vagy nyűg, vagy damadár, annyi sok kifogás, jó lenne kitalálni kifogást, de most nem jön hirtelen a szem, semmi. Akkor ez egy szenvedés. De hogyha mi, nekünk a cél, igen, én szeretnék kapcsolatban lenni Szentnével, szeretnék egészséges érzelmeket, mert mit jelent Damodár, ki olvasta, ki emlékszik, mit jelent? Majd, hogyha egyszer alkalom lesz Szentnév Ista Gostin este, akkor elmesélnék az egész Damodárról a fordítás, hogy rámeditálunk. Ez is Szentnév. Hogy ez az érzelmek. És hogyha én akarok, Krishna iránti érzelmek, másképp úgyis érzelmes vagyok itt ebben a világban, vagy negatív vagyok, vagy pozitív, vagy frusztrált, ez mind érzelmek. De hogyha meg akarok gyógyulni, akkor legegészségesebb. Acsárják a dallamokat leértek, mert ők nekik legegészségesebb érzelmek voltak. És akkor követjük, meditáljunk, tanuljunk tőlük. Ezért ez egy fontos. És ezért a cél. Mert a céltől lehet, hogy valaki nagyon szenved, maraton, nem akarok. Vagy mondja, de jó, én is részt vehetek. Nagyon-nagyon tetszik, nagyon lelkes vagyok. Igen. Mert hogyha van kapcsolat Rádésjával, végül az egyik, amit elején beszéltünk, hogy Krishna maga érzelmeknek a megszemélyesülése, de ugyanakkor ő ébreszt érzelmeket mindenkiben. Hogyha megnézünk, itt van a Kamsa. Kamsa nem volt az a cél, hogy maratonon nyerjen, akkor Krishna más érzelmeket ébresztett benne. Milyen érzelmeket ébresztette Krishna Kamsába? Félelmet. Vagy ott vannak a legközelebbi bensőséges társai Krishnánál, teljesen más érzelmeket ébreszti. Szóval, hogyha mi célunk, anukul jön a Krishna anusilanam, akkor Krishna meggyógyítja a mi érzelmeket, és akkor boldogok leszünk. Akkor fogunk táncolni boldogon a kirtánon, részt veszünk esti programon. Na persze vannak mindenkinek lehetőségek, az természetesen, és a maratonon megcsináljunk olyan eredményt, ami még sose nem csináltunk. Ez lenne a célunk, és hogyha tetszett, akkor majd tudjunk tovább ezt mélyíteni, ezt az érzelmi témát. Én köszönöm szépen, kicsit kicsúsztunk, elnézést kérünk. Srila Prabhupád maraton ki jaj, Shri Radha Shyama Sundar ki jaj, Srila Prabhupád ki jaj, Gaura Bhakta Vrinda ki jaj, Nitai Gaura Premanande Haribo, Gaura Bhakta Vrinda ki jaj.